Im már koszorunk. Im már melyet tíz holnapig izzat arccal, Gyenge eszünknek gyűjtve diszét fonogattunk a zöld pindusz alatt, a nyájas múzsaserek közt. Ennyit nagy tudományú atyák, volt gyűjteni képes elménk és iparunk. Noha édes a muzsai körben töltni időt, Noha pallász kertjében gyönyörűbb illatozású virágok kelnek, mint a vadonynak puszta helyén. Fárasztóbb mégis a pinduszi ösvény, vonzóbb drága szülőnk s kedves rokonink köre, mintsem, hogy kis időre szívünk azt kész nem volna kerülni. Számüzetet názó, ki tanítál a helikonra törni utat, s akadályt meggyőzni, karunk panaszid már nem viszi a tanodába, Se Neposz hősei éltét, ki mutatá híven, mennyit vittek vala véghez Grécia nagyfiai, s Kártágó győztesi, mely jót, s mely rosszat tettek, mi csatákba valának, és hogy haltanak el. Mai ünnep válni parancsol tőletek se tanulástól, még belekezdeni kell majd. Nagyságos báró, tanodán kegyes elnökes atya, s ti, tisztelt figyelők, ti nagy tudományú atyáink, volt türedelmetökért, szívünk mind nektek adózzon. Hogy minket hallgatni nem mutatok el, rebegőket, gondotokért, hálás kebelünk forró köszönetjét, és a csekészálkú koszorunkat kegybe vegyétek, a kegyes éltetőket soha gond, bú, baj, ne persze. Létünk és tanodánk nagy jóságtoknak örüljen. Drága tanító úrunk, ki fáradhatatlan iparral a tudományokban jártassá tenni akartál bennünk, vedd végső együttlétünkben ezen pár búcsúszót, mert elválunk sok időre te tőled. S ti kedvelt helyek, ahol számtalanszor mulatoztunk, vagy nagy körbe leülve, vagy a laptát veregetve és kapkodva, vagy ugrándozva, vagy édes örömben víg fakadva. Ezen túl csend üli kedvelt tájitokat. Már-már elhagyni fogunk mi ezennel. S végre Deák kik nem köz s renyhe erővel jártátok velem a tudományos vényit, ez óra tőletek elválaszt. Szétószlunk mostan, egy erre, másik amárra megyen születése helyére, hol ottan hány örömek várják édes szüleiknek ölében. Majd midőn a sors kezeminket messzire széleszt egymástól. Midőn itt nem lelt örömökbe förödve lészünk, szülőink hajlékában. Midőn ekkép szólhat már ajkunk. Ti komor gondok, nem adunk most helyt főnkben néktek. Kipihenni fogunk sok munkáinknak utána. Pihenni, nem tanodával gondolkodni. Elég volt tíz hoára. Ó, akkor még egyszer gondoljunk, itten lelt öröminkre. Gondoljuk, mennyit fáradtunk s izzadozánk itt a tudományoknak kimeríthetetlenös ösvényét. S most társím, miután végét már érte a munka, amely tíz hóig szűnetlen foly a köztünk, vessük el a könyvet, tanodánkat hagyjuk örömmel, és szaporán édes szüleink kebelébe siessünk. Aszód 1838